kutyakabát, kutyamellény valóban kellene a téli hidegben, vagy az is elég, ha télen táplálóbb eledelt kap az ebb. Nagyon fontos, különösen azoknál, főleg kistestű kutyáknál, akinek a szőrtakarója nem tökéletes, és esetleg soványak is, kifejezetten soványak, ezeknél akár tetszik ennek a látványa, akár nem, egészségi okokból érdemes legalább egy mellény, de inkább egy ruhácskát feladni. Például olyan emberekre vagy olyan kutyusokra gondoljunk, akik esetleg hormonbetegek, és a hormonbetegség következtében hullajtatták el a szőrüket. Ezek azért fontosak, mert ezek az állatok nem néznek ki betegnek, csak egyszerűen a szőrtakarójuk túlságosan gyér. Hogyan tudjuk meg ellenőrizni, hogy a szőrtakaró jó minőségű a kutyán vagy sem? Húzzuk szét a fedőszőrzetet picit a kutyának a bőre fölött, és hogyha nagyon könnyen megpillantjuk és széles zónában meg tudjuk pillantani a bőrét, akkor annak a kutyának nincsen ajszőrzete. A fedőszőrzet igazából nem sokat melegít. Az a fedőszőrzet, amely egyébként megadja a kutyának a fő színét és a kutyának a jellegzetes vonásait, ez a fedőszőrzet nem sokat melegít, az ajszőrzet az, amely megtartja a hőmérsékletet, és ez az, amelyik egy hormonbetegségnél igen gyorsan képes lecsökkenni, vagy képes ezt elveszteni az állat. Ha ez így van, akkor ezt észre kell venni, és akkor föl kell készítenünk, egy új szőrzetet kell megpróbálni a kutyussal létrehozni. Ha ez nem megy, ki kell vizsgáltatni, hogy miért nincs szőre a kutyusnak, és igenis azokban az időben, amikor még ezt nem tudtuk elérni, akkor bizony föl kell adni egy kis mellénykét. Erre van valóban igény. Nagyobb testű kutyáknál jó szőr minőséggel nyilván nem jön ez szóba. A kis testű kutyának a felülete az a testtömeg arányában lényegesen nagyobb, mint a nagy testű kutyái. Könnyebben kihűl, különösen akkor mondom, hogyha a szőrtakarója nem jó.